A szó utáltalom iskolán igazgatónőjének Szilvási Ildikónak. Tanévünk legszebb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, osztályfőnököket, szülőket, kedves meghívott vendégeinket, iskolánk diákjait és minden kedves jelenlévőt. Kedves ballagó nyolcadikosok! A ballagás iskolánk egyik legszebb és legmeghatóbb ünnepe. Ott van benne az öröm, hogy megküzdöttetek valamiért, és a végére jutottatok. Ott van benne a búcsúzás, hiszen tanulóként utoljára jártátok végig az iskola folyosóit. Ott van benne a megtiszteltetés, ahogy diáktársaitok, szüleitek, barátaitok, rokonaitok most is összegyűltek, hogy közösen vegyünk részt ballagásokon. Intézményvezetőként nagy megtiszteltetés és felelősség útra bocsájtani titeket. Egyszer Böjte Csaba Ferenc a szerzetes mondta, hogy az életünk olyan, mint egy marék aranypor. Rendkívüli érték, rajtunk múlik, hogy mit is kezdünk vele. Ha bátran és jól használjuk, akkor kamatozni fog. De ha csak a kezünkben tartogatjuk, akkor kipereg az ujjaink között. 8 szép évet töltöttetek ezen falak között. 6 évesen még szorongva léptetek át az iskola küszöbét, valami új ismeretlen világba kerültetek. Eltelt a 8 év, megerősödtetek, felnőttetek. Búcsúzó remélem, mindegyikőtöknek sikerült megérkezni oda, ahová vágyai, céljai vezérlik, és bár fáj a búcsúzás, táplálkozatok az itt szerzett szép emlékekből, és mutassatok példát az utánatok jövőknek. De soha ne feledjétek, hogy a Szemerei Általános Iskola tanulói voltatok 8 éven át. Mutassatok példát, és ezért mi mindig emlékezni fogunk rátok. Kívánom, hogy minden, amit szeretnétek, érjetek el és sikerüljön. Jó utat kívánok! Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni. Kis Kálmán szönnet ballagóknak, nétek ragyog ma, tétek az ünnep, a szó, a könny, a mosoly, a virág, körétek gyűlik szinte a világ. Nétek adjuk búcsúzó szívünket, az élet, mely jutalmat és büntet, s melyben az ember örökkéz járt, most járt és az zöld május járt. S halljuk szívetek reménytől, hogy büntet, szép lassúsággal búcsan szól az élet. Föl-föl repülne, leszállt és ovált, a sok kopottad integet felétek, tán a könny is kicsordul, nem tudni okát, elsápadva a messzeségben éltek. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk, az égtől reggel, a naptól este. A színektől, ha szürke por belegtek, a csöndtől, mikor hangza válta fel, a hangtól, mikor csendben halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól már sugárzott ránk. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mint vonatról láttunk, a nehéz rögtön, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkeltet, kettő ugyanaz. Mert minden csönd más, minden könyv igaz. Elfut a perc, az örök idő várja, mint fehér kendőlen utána. Sokszor könnyünk se húr, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettünk, róla nem tudunk, és mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. A szót átadom a 8. osztály tanulóinak.
itt lehet. Arra születtem, hogy boldog is legyek. Szabó lő, nincs káprázat. Innen a szépet lehetettem, hogy egyszerűen valóla válik, innen a vágyban akartunk be, ha kell halálig bízni. Múlnak az évek, szeretnek az évek búcsút, nincsünk pályó diákére. Meg kell hát tanulnunk újra lélegezni, és a nagy híre sötétben lépeketni. Árnyékot nem látni, nem nézni hátra, csak menni bátran menni, az államnak vége mit is mondhatnék, az állam ten nappal véget ér. A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes, az ember nyugodtatlanul mégis mindig keres. Az örökös vándorú soha véget nem ér, és ha nincsenek gyökerünk, elvisz a szél. Kedves iskolánk, tanáraink, iskolatársaink, kedves vendégeink, kedves drága szüleink, várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztük idősebb diáktársainkat ballagásukon. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ez a nap egyszer számunkra is eljön. Nem gondoltunk arra, hogy egyszer mi is itt ülünk kisírt szemekkel ennek az ünnepnek a középpontjában. És akkor még arra sem gondoltunk, hogy ezen a nap lezárul életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, és csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. Otthon voltunk. A mai nap döbbentett rá igazán minket rá arra, hogy itt az idő, mennünk kell, ma búcsúznunk kell tanárainktól, társainktól, iskolánk falaitól. Most, hogy végigjártuk a virággal feldíszítette a termeket, sok-sok kedves emlék jutott eszünkbe. 8 évvel ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolás, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuit, de a tanítónéni feltő szeretettel fogták meg kezünket, és segítségükkel elsajátítottuk a befogadó tudományát. Az olvasást is kártyát bevezettek a számok rejtelmeibe is. Aztán nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk. Mások lettek a gondjaink, mások a céljaink, és az idő csak egyre múlt. Most itt állunk, ballagó 8-osokként, az együtt eltöltött hosszú évek emlékeik kavarognak bennünk. A versenyek erőpróbái, a kirándulások, a táborozások vidám pillanatai, a játékok izgalmai, a feleletek, dolgozatok, szívdobogtató próbatételi. Majd annyi vidám és szomorú emlék. Búcsúzunk tanárunktól, köszönjük, hogy 8. tanítottak, neveltek bennünket. Köszönjük a szeretetüket, türelmüket, önzetlenségüket. Köszönjük, hogy elnézők volt a csintévésünkért. Fogadjanak hálát, megbecsülésünk, tiszteletünk, és szeretetünk cserélni néhány kedves sort. Kiváltságosan szép, de nehéz és különleges felelős hivatás a pedagógusé. Ott áll az élet mindig tiszta forrásánál, gyermeketet a gyerekek romlatlan szépségében. Bármilyen sok rosszat is lát a felnőttek világában, mindig újra mit ébreszed benne az, hogy a gyerekek okosabb, megfontoltabb, igazabb felnőttek lesznek a szülők nemzedékénél. Csak a tanítóval hozzánk élő aggódással, a tisztes nép becsület őrzi őket. Tudjuk, hogy ezt egymás kezd, nincs nekünk más feldebeszédünk, csak a tanító élete, napkelettől napnyugatik. Bármilyen nagy a járás, üresít ez a világ nélküle, mert bár tisztességet megadva, mi úrnak üdvözöljük, mégiscsak a mi hozzánk lehajló gondoskodó.
akik vezettek áldást életünkre, lelkünk közepén buzgóság tükre. Őket éztetek 800 nap, gyümölcsötek valamíg is nekünk át. S nyújt sikert később a földi pálya, ragyogjon ő rájuk legszebb sugára, mert bár deréki jó úton halad, még deréket jóként mutat. Köszönjük szépen osztályfőnöknek, Gyöngyi tanárnőnek, hogy ezt, amit értünk, te 4 év alatt. Búcsúzunk tőletek, kedves diáktársaink, köszönjük az együtt töltött éveket, köszönjük a sok-sok kedves emléket, mely diák événkkel színesítette. Vidámmal gazdag gáfelhetetlenné tette. Köszönjük a hetedikeseknek, hogy a mai napra ünnepi díszből összetették iskolánkat, visszatérünk még hozzátok egy-egy kedves megkint beszélgetésre. Drága szüleim, köszönjük, hogy felmertek bennünket, köszönjük, hogy tanítottatok. Köszönjük a mindennapi törődést. Ígérjük, hogy igyekszünk helytállni a középiskolában is, megtalálni a helyünket a nagyvilágban. Kedves hetedik osztályosok, most, hogy átadjuk nektek iskolánk zászlaját, kívánjuk, hogy tetteitekkel, cselekedeteitekkel szerezzetek méltó új érdemeket iskolának, legyetek mindig jók, jókedvűek egymáshoz, megígérjük, hogy megérjük az évet emlékeit, és mindig tiszta szívet élünk vissza hozzá. Fogadjátok tőlünk búcsúzóul a következő néhány gondolatot. A két madarat nem kell távoli országban keresni. A két madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, érinkedve figyeljük a mások örömét. Mert a két madár, a maga a boldogság is kalitkálja az emberi szív. Most pedig kérünk benneteket, vegyétek át tőlünk az ászlót. Felkérem Dávid Henriket és Csanyarékát, a 8. osztály tanulói adják át az ászlót, Kis Gyula és Horváth Amanda Virág 7. osztály tanulóinak. A 8. osztály nevében Dávid Bianca Renáta a szalagok között.